hogyan érdemes választani áruházból dinnyét, mondjuk. Nem kell félni alapvetően a mechanikai sérüléstől, de nagyon nagy különbséget kell tenni, hogy az betegség vagy mechanikai sérülés. A dinnyének is van egy olyan tulajdonsága, hogy ilyen öngyógyító képessége, és gyakorlatilag ide koncentrálja az energiát. Ez azt jelenti, hogy ez édesebb ez a dinnye, mint ez, amelyiken nincs ilyen szélverés, mechanikai sérülés rajta. Ezt ugye a fogyasztók nem látják, mert szemre veszik, és ők azt látják, hogy hú, nem ez esztergárd dinnye, az pedig nem. Én meg tudom, hogy ezt kell levenni a pultról. Azt tudom javasolni még a fogyasztónak, hogy amikor kezébe veszi, egy élesebb tárgyal, bármivel, de a kezével is, ha megkopogtatja, és a kezébe teszi a dinnyét, éreznie kell a tenyerén a rezgést. Amelyiket érzi, az bátran hazavihetzi azt a dinnyét.